A múzeumot 1963. március 1-én Csiszár Árpád református tiszteletes és etnográfus alapította. Az ő tiszteletére virágokat helyeztek el a múzeum egyik részlegében. Fontos mérföldkő volt az intézmény életében az is, amikor 2007-ben a felújított Tomcsányi kastélyba költöztek az állandó kiállítások. Nagyon fontos mérföldköve volt a múzeumnak, amikor a néprajzi, régészeti, történeti anyagok mellett egy külön kollekcióra, egy tárcsoportra vonta a figyelmét, még pedig a beregi keresztszemes hímzésekre. És egy több évtizedes kutató, feldolgozó munka eredményeképpen nagyon-nagyon sok fontos dolgot megtudhattunk a régi, eredeti beregi keresztszemes hímzésről. Ugye, és ezeknek a kutatásoknak az eredményét aztán az elmúlt években, évtizedekben közre is adjuk könyv, honlap, előadások, konferenciák, oktatás formájában. A Beregi Múzeum állandó kiállításai a régi beregi emberek mindennapjait és tárgyait mutatják be. Berendezési tárgyakat és kerámia gyűjteményt is láthatnak az ide látogatók. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében elmondta, a Beregi Múzeum fontos szerepet tölt be a megyei értékek gyűjtésében. Gondolom, hogy egy olyan hiátust pótol már 50 éve, amely nagyon fontos itt a Beregben is. Hiszen azon értékek gyűjtését, amit most a megyei önkormányzat felvállalt a Hungarikum törvény értelmében, ők már nagyon régen végzik, és nagyon régen élővé varázsolják azokat az értékeinket, azokat az emlékeinket, amelyek a Bereghez kötődnek. És itt nem csak a Bereghez kötődő emlékekről van szó, hanem azt mondjuk, nyugodtan az egész megye területéről beszélhetünk. És azt mondom, hogy ezt a munkát csak elismerni lehet és támogatni, úgyhogy a megyei önkormányzat részéről azon vagyunk, hogy a megyei értéktár mozgalomba is a lehető legjobban bekapcsoljuk magukat, a múzeumokat is, és ezáltal a Beregi Múzeumot is. Szabolcs-Szatmár Bereg megye múzeumai között ma az egyik legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező intézménynek számít a Vásáros Naményi.